kulcsfontosságú ülést tartott a Kárpátaljai Megyei Tanács. A testület elfogadta azt a tervezetet, amely alapjául szolgál az ukrajnai közigazgatási reform keretében zajló település összevonásoknak Kárpátalján. Barta József, a KMK-sz alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnök helyettese szerint az elfogadott tervezet megfelel a magyar érdekeknek, amely szerint a magyar településekkel egyesülnek új közigazgatási egységekbe. Ezt nem volt könnyű elérni, de a kárpátaljai magyar politikai érdekképviselet kitartó volt és sikeres, értékelt Barta József, és hangsúlyozta. Beregszász és más nagyobb központok mellett többek között az Unvári járási Szürte és a Beregszászi járási Kaszonyi saját közigazgatási egységeket alakíthatnak a szomszéd településekkel összefogva. Nem volt könnyű a küzdelem, de az, amit akartunk, elértük. Tehát a kistérségek létrehozásával kapcsolatos perspektívikus tervbe minden bekerült, amit akartunk, ami a mi érdekünk volt, és úgy, ahogy mi akartuk, ami azt jelenti, hogy a magyarok által többségben lakott települések saját kistérségeket hozhatnak létre, és akik létre akarnak hozni, és ezt be is jelentették, és elindultak ezen az úton, azokat sikerült be is vinni a tervbe, ami azt jelenti, hogy szinte akadálytalanul megvalósíthatják a kistérség létrehozását. Ez nem azt jelenti, hogy a tervet elfogadtuk, hogy akik esetleg még szeretnének ezen változtatni, hogy ez nem lehetséges, hiszen ez csak egy perspektívikus terv, maga a folyamat pedig ettől függetlenül a törvénynek megfelelően zajlik. Azonban a terv sokat segíthet, hiszen ha a tervbe benne van, akkor könnyebb létrehozni, illetve valószínűleg eljön az időszak, és ez hamarosan el fog jönni, amikor nem csak önkéntesen lehet létrehozni a kistérségeket, hanem központilag fogják létrehozni, és amikor központilag fogják létrehozni, akkor alapul ezt a tervet fogják venni. Tehát mindenképpen fontos volt, hogy a tervbe a mi általunk támogatott és a lentről kezdeményezett kistérségek bekerüljenek. Így a magyar vidéken, tehát az Ungvári járásban a tervbe bekerült a Homoki, a Szürtei, a Csapi, a Nagydobronyi kistérség is, a Beregszászi járásban a Bátyúi, a Kaszonyi és a Beregszászi, a Nagyszörösi járásban a Tiszaújlaki és Tiszapéterfalvai, illetve a Huszti járásban a Viski kistérség is, ami cél volt, ami feladat volt, amit sikerült megvalósítani. Tehát ezek nagyjából lefedik a magyar lakta részeket, általában véve akkor elmondhatjuk, hogy a magyar településekkel fogtak össze. Így van, a kistérségek tekintetében ez a nagyon fontos elvárás, ez most a terv elfogadásával sikerült. Ezek gazdaságilag erős új kistérségek lesznek? Ezt majd az élet mutatja meg, egyébként végeztek számításokat, és anélkül nem is hozzák létre, nem is engedélyezik a kistérség létrehozását, hogy ne legyen expert, ami kimutatja pontosan gazdaságilag is, hogy létjogosultságuk van-e, azaz, hogy önfenntartóak tudnak-e lenni majd, és megvan a szükséges gazdasági háttér mellett még a mindenféle infrastruktúra, így a szociális hálózat is, illetve a humán erőforrás ahhoz, hogy önmagukat tudják irányítani és fenntartani. Ezek a kistérségek, amelyek tervben vannak, ezek ezen a procedúrán átmentek, tehát valószínűleg életképesek lesznek, de hát az élet megmutatja, mert hogyha nem, akkor ne számítsanak arra, hogy majd központi támogatást kapnak, vagy bárhonnan, akár a megyéből is, hanem saját forrás kell keresni, és ha nem találnak, akkor pedig gondolkozhatnak azon, hogy kivel egyesüljenek, kihez csatlakozzanak, akik életképesek és hajlandók őket befogadni, mert másképp a gondokkal saját magukra maradnak. Egyébként ez egy felelősség és kockázat is nyilvánvalóan, de a közösség akaratát mi nem tudjuk nem figyelembe venni, hiszen azért vagyunk itt, hogy figyelembe vegyük és az érdekeket érvényesítsük. Akkor kárpátai magyar szempontból ez egy politikai győzelem is. Így is nevezhetjük, én örülök neki, én annak tartom. És köszönöm mindazokat, akik támogattak, és a képviselőtársaimnak is, akik megszavazták, és érezhető volt, hogy nem, hogy magyar ellenőrség nincs, hanem a leginkább a magyarok érdekeit támogatták. A legtöbb szavazatot az kapta az a javaslat, amit mi terjesztettünk be. Akkor a következő lépés felkészülni az önkormányzati választásokra. Mikor azt lehet tudni, mikor lesznek önkormányzati választások Ukrajnában? A hatályban lévő törvény szerint és az alkotmány szerint 2020. október utolsó vasárnapján lenne, de mivel előrehozott parlamenti választások voltak Ukrajnában, és egy új hatalom van, ez az új hatalom érdekelt abban, hogy az önkormányzati választások is előrehozzák, és soron kívül választásokra kerüljön sor. Nyilván csak akkor van értelme, hogyha az administratív reform véget ér, tehát az egész Ukrajna területén létrehozzák a kistérségeket, és nem csak az, hanem majd az új povitokat, járásokat is. Ez a folyamat felgyorsítható, katalizátor lehet a törvénymódosítás és a központi hatalomnak az a szándéka, hogy felgyorsítsák, és akkor akár lezavarhatják év végéig is, ami azt
azt jelenti, hogy már jövő elején ki tudnak írni egy előrehozott önkormányzati választást, aminek az esélye nagy, hogy április végén akár meg is valósulhat. De mindez kijevi szándék lesz majd, és figyelni fogjuk. Mi úgy tűnik, hogy már mindenki erre készült, tehát mintha tényként kezelné azt, hogy valószínűleg lesz előrehozott önkormányzati választás, és hogy az valószínűleg április végén lesz. Bátori József képviselő javaslatára a tervezetbe bekerült a Szürte és a Homok központú kistérség is. Hát ez mindenképpen fontos. Elsősorban, mivel a helyiek ugye kérték, és nem is egyszer több alkalomkor találkozunk az adott körzet polgármesterével, más képviselőkkel, és ők éreztek magukban annyi erőt, hogy hát létre tudjanak hozni és fenntartani a jövőbe egy kistérséget. Ez mondhatni azt, hogy 90% magyar lenne talán, esetleg Orosz-Gerjic az, amelyik ugye ruszin falu, a többiek megkezdve Palló, Bátfal, Kis-Szelment, Palágykomorosz, Téhilász, Hűrte, Gerjicők, Császlóc, igen, Császlócon is van egy ugye fele-fele arányú lakosság, de magyar szempontból ez nagyon fontos, hogy egy olyan kistérség tudjon alakulni, amely méltán tudja képviselni a magyarságot, és a szociális gondoknak az orvoslását, kezelését is jobban tudják megoldani. Több lesz a lehetőség, több lesz az út arra, hogy hát pályázhassanak külföldön Magyarország, Európa Unió irányába. Az ukrán miniszterelnök bejelentése szerint 2020. október 1-től feloldhatják a moratóriumot, és lehet Ukrajnában valószínűleg földet vásárolni. Szakértőként hogyan látja, milyen lehetőségeket vagy veszélyeket rejteget ez a folyamat a kárpátai magyarság, a kárpátai magyar kézben lévő földek szempontjából? Hát ugye az ukrán politikum már régóta kotlik, legalább 20 éve kotlik ezen a témán, megnyitni az ukrán földpiacot, vagy nem megnyitni. Azt tudni kell, hogy Ukrajnában kiváló minőségű és hatalmas mezőgazdasági területek vannak. Nyilván ez nagyon kívánatos préda számos ország befektetői számára. És ezzel kapcsolatos aggodalmakat hangoztatta folyamatosan a politika, hogy mivel az ország szegény, és a befektetők megjelenésével valószínűleg potomáron majd felvásárolják az ország mezőgazdasági földterületeit, hát emiatt a moratórium az folyamatosan életbe volt tartva. Ráadásul a kialakult bélői nagybirtokoknak érdeke volt tulajdonképpen, hogy ne legyen földpiac, mert a bérleti díjjal ugyanazt az összeget, amennyivel egy hektár földterület kerülne, el lehetett kenni akár 30 évre is, és úgy kifizetni. Amúgy ha meg akarják vásárolni, akkor nyilván akkor azt a pénzösszeget előre ki kell pengetni, és az a termelésből kerül kivételre. Ezáltal sikerült az agrárlobbinak hosszú időn keresztül megakadályozni a moratóriumnak a feloldását, de a mostani választások alkalmával új helyzet állt elő. A parlamentben a népszolgálja pártnak akkora többsége van, hogy az akaratát át tudja vinni, és talán a lobby érdekek nem fogják annyira befolyásolni, mint az elmúlt ciklusokban, mert mégis se tarthatatlan az az állapot, hogy számos földtulajdonos rendelkezik a tulajdonával, pontosabban nem rendelkezik a tulajdonával, nem rendelkezett a tulajdonával, papíron van neki, de nyilván ezt pénzre nem tudja váltani. Kárpátalja mi a helyzet? Ugye 2000-es évek táján nagyon sok középkorú kolhozban dolgozó, vagy szociális szférában dolgozó egyén megkapta a nekijáró földbirtokrészt, az úgynevezett pajt,
amit vagy maga kezdett el művelni, vagy pedig idővel bérbeadásra került. Azért mondom, hogy középkorú, mert nyilván valamennyi időt le kell dolgozni a kolhozba. És hát azóta eltelt már lassan 20 év, tehát azok az akkori középkorú férfiak, nők már lassan a nyugdíjas kort is megérték, és bizony számottevő hasznot ez a földterület, mivel kis birtokok voltak, vagy pontosan nadrágszai parcellának mondanám inkább, számottevő hasznot nem hajtottak, és egyébként is alkotmány ellenes, hogy a tulajdonává valaki szabadon nem rendelkezhet egy demokratikus Európa felé igyekvő országban. Mi várható a kárpátiai gazdatársadalomban ebben a vonatkozásban? Nyilván a dolognak két oldala van. Egyrészt ugye vannak a földtulajdonosok, akik rendelkeznek a földvagyon részükkel, amit vagy egyedül műveltek idáig, vagy pedig bérbeadtak. És megvan az a tulajdonosi réteg, amely szeretné kialakítani azt a minimális birtokméretet, amiből legalábbis egy család meg tud élni ukrán körülmények között. Mennyi lenne ez a birtokméret? Hát az alapítványnál elvégeztük azokat a számításokat, ami érdekes eredményeket hozott ebből a szempontból. Például a kokáért, ha azt vesszük, hogy egy négytagú család legalább 20 ezer grivenny tiszta havi bevétellel kell rendelkezzen, ami ugye évente az 240 ezer grivenny, még egyszer mondom, tiszta bevétellel, és abból úgy helyi körülmények között úgy köszöni megvan, telik a rezsire, étkezésre, gyógyítatásra, tanítatásra, és a többi. Tehát olyan birtoktestet kell kialakítani a különféle ágazatokban, amely ezt biztosítja, legalább biztosítja. Fűtött hajtatásban egy ilyen méret, egy ilyen gazdasági méret, családi gazdaság mérete, az kijött 1500 négyzetméterbe. Tehát ennyit kell fűteni hajtatásba. Hideghajtatásba ez 2500 négyzetméter. Ha netántán valamilyen szabadföldi zöldségkultúrával akar foglalkozni, káposzta, paprika és a többi, az bizony már 2,5 akár 3 hektár, a vetésforgó véget ez azért a 15 hektárt is meg kell, hogy haladja. Szamócánál 2,3 hektár termő gyümölcsös esetében legalább 4-5 éves álma nem túl intenzív termesztésben körülbelül 2,5 hektár. Viszont ha a szántóföldi termesztésben gondolkodunk és kukoricába, akkor legalább, hogy ugyanez a tiszta bevételi forrás megjelenjen a házikasszába, bizony 60 hektár kell. A vetésforgót is figyelembe veszük, mert a kalászosok azok gyengébben jövedelmeznek, akkor bizony legalább a 100 hektár szükségeltetik. Úgyhogy tehát szükséges egy bizonyos birtokméret ahhoz, aki csak a mezőgazdaságnak valamelyik ágazatából akar megélni, vagy pedig ennek az észszerű úgymond keverékéből. Tehát különféle gazdasági vagy ágazatoknak a változataiból. Azt lehetett tudni, hogy mennyi lesz a föld értéke, mennyiért lehet lesz értékesíteni, mennyit tudnak érte kapni a gazdák, vagy mennyiért vásárolhatnak földet. Mitől fog függni ez az árrés? Nyilvánvalóan a magántulajdonban értékesített földnek a piaci ára, az a piacon fog kialakulni, és a kínálat és keresletnek a függvénye lesz. Ugyanis az államilag megállapított úgynevezett normatív érték, ami valahogy valamilyen szinten összehasonlítható a mondjuk Magyarországon honos arany korona rendszerre, mert egy hektár földnek az értéke annak megállapításai szerint függ annak a termőképességével, milyen ágazatban használják a földet, nyilván a szántó és a legelő, vagy netántán a több éves gyümölcsös, az nyilván nem ugyanaz érték alatt fut.
Na, summa-summarum, tehát ezek a normatív értékek csak arra szolgálnak, hogy ebből kiszámolják a mindenkori földadót az állam részéről, és a mostan benyújtott kormány által benyújtott földtörvény változat kapcsán azt lehet tudni, hogy ezt a normatív értéket veszik alapul, tehát ennél alacsonyabb értéken nem lehet meghirdetni az állami vagy a kommunális közösségek földterületét a mindenkori földtőzsdén. Tehát még egyszer mondom, viszont ez nem befolyásolja a piaci árakot. Ahhoz, hogy egy támpontot nyújtsunk esetleg a gazdáknak, akkor a hozamszámításokat kell figyelembe venni. Úgy okoskodtunk, hogy nézzük meg, hogy mi a helyzet Kárpátalján, mennyit fizetnek egy hektár földért a bérbevevők. Valahol egy mázsa terményt fizetnek, több helyen három mázsa terményt, sok helyen öt mázsát, sőt némely faluba, többek között hál' Istennek a mi környékünkön is, nyolc mázsa terményt, vagy annak a megfelelő árát fizetik ki egy hektár földterületért. Átlagosan azt gondolom, hogy vehetünk öt hektárt, és azt most mázsáját számolva 400 grivenyes árral, körülbelül egy hektár földnek a hozama jelen állás szerint egy közepes értéket véve körülbelül 2000 griveny. Na most, ha valaki egy 1000 dollárnak megfelelő értéket berak a bankba, ugye annak a kamata az 18-20%, bankja válogatja, ezt ha tisztított részét, tehát az inflációtól megtisztított értékét vesszük, ami a hivatalos érték szerint 8,1%, körülbelül egy olyan 10%-os hozammal számolhatunk, annak a ha 25 ezer griment ér egy 1000 dollár, akkor gyakorlatilag úgy néz ki, hogy 2,5 ezer grivenyt hoz egy 1000 dollár grivenny betét. De körülbelül hasonló értéke van a belső állampapíroknak is, szintén hasonló hozammal rendelkezik. És érdekes módon, hogy megnéztük az internetes oldalat, az OLX-et, és ott is ebbe az irányba tendáló összegek figyelhetők meg. Érdekes módon 16-ban még valami 54 ezer grivenny értékre próbálták eladni valamilyen formába a termőföldet, most ez lement 30 alá, de nyilván ez egy kínálati ár, tehát a vevő ennyit szeretne kapni, de hogy mennyit kap, gyakorlatilag hol egyeznek meg, azt mi nem tudhatjuk. Tehát nyilván valamilyen fekete piaci formája volt a föld adásvételének, de ha ez tisztán és átláthatóan megy, akkor mi úgy gondoljuk, hogy a 1000 dollár körüli ára kell, hogy legyen hozamszámítások alapján egy hektár földnek Kárpátalján. De mondom még egyszer, ezt befolyásolják a piaci viszonyok. esetleg egy nagyobb tőkésnek vagy befektetőnek a megjelenése, akinek összehasonlítva a környező országok földáraival, ez bőven megérné, akár többet is, de ezt nem lehet tudni. Én meglátásom szerint az első egy-két évben valószínűleg olcsóbb lesz ennél, mert mint említettem, az a szépkorú réteg, az mindenképpen azt gondolom, hogy a ukrán körülmények között a megélhetéséhez szükségeltetik, hogy eladja ezt a földet, és az én meglátásom szerint ez le fogja verni az árakot, majd valószínűleg a másodlagos földpiac az viszont korrigálja és majd helyre teszi, és akár fel is mehet az ára. Azt tudni kell, hogy Szlovákiában, Magyarországon ennél jóval magasabb a termőföldnek a hektáronkénti ára. Szerbiában, Vajdaságban, a Bácskai oldal ennek tízszerese, körülbelül 10 000 euró környékén cserél gazdát,
De viszont a bánáti oldal meglepő módon 1000 euró, tehát nagyon csak függ attól, hogy milyen a földnek a termőképessége. Nyilván itt nálunk is lesznek ilyen korrekciós tényezők, mert nálunk azt tartják, hogy híres a beregrákosi tengeri, meg a barkaszi góré. Minden esetre a moratórium, a földmoratórium feloldásáig még egy év van hátra, addig még sok minden változhat a témában. Sok minden változhat, mert azt a benyújtott törvénytervezetet, ugye ezt el kell fogadni, nyilván számos hozzászólás és korrekció lesz, vagy nem lesz, azt nem tudhatjuk. Minden esetre helyi tulajdonos rétegnek, földtulajdonos rétegnek, vagy a mindenkori ukrán földtulajdonos rétegnek erre készülni kell, amennyiben ilyen tervei vannak, hogy el kellene adni a földjét. Ennek első dolga mindenképpen az lesz, hogy rendezni kell a tulajdonát képező földnek a papíreit. Ami annyit jelent, hogy annak az eladásra majdnem felkínálat földnek rendelkezni kell GPS koordináta, kataszteri számmal, és ennek a földterületnek, mint tulajdonosnak be kell lenni, jegyezze abban a nyilvános kataszteri adatbázisba, akit bárki megtekinthet, akár az interneten is. Ehhez az EGAN, a Gazdaságfejlesztési Központ támogatást nyújtott. 2016-ban kiírtak egy olyan pályázatot, amely szerint a földprivatizációs dokumentumokat elkészítették. Nem egészen felét a mai napra sikerült elkészítetni, és a mindenkori gazdának a joga és kötelessége, hogy ezt viszont akár a regisztrátorral, vagy pedig a közjegyzőileg beegyezze a tulajdonpapírját, és megjelenjen nyilvánosan ezen az előbb említett internetes oldalon.